Mi ez a furcsa fémgolyó egy norvég fjordban? Üdvözöljük a Salmonájban! Salmonáj, vagyis lazacszem a neve ennek a lebegő művészeti installációnak, amely egy étteremnek is otthont ad. Az ötlet Sondra Ajdőtől, egy családi hallgazdaság ügyvezetőjétől származik. A Salmonáj célja, hogy rávegye az embereket a fenntarthatóbb halászatra. Kiállunk az óceánok fenntartható fejlődéséért. Ez a különleges épület a turisták által kedvelt Hardanger fjordban található. Valójában a fjord közepén lebeg, és a tengerfenéken közel 1000 méter mélyen van lehorgonyozva. A halszem alakú épületet a dán Kvarning Design építésziroda tervezte. A több mint 9000 acéllemez halpikkelyeket formáz. A kerek forma belül is tükröződik. 3 méterrel a vízfelszín alatt van egy kiállító tér. Itt a fő téma, hogy miképp válhatna fenntarthatóbbá a globális élelmiszeripar. És ebben milyen szerepet játszhat az akvakultúra. Ez az, ami a 2023. júniusában nyitott Iris éttermet is foglalkoztatja. Hogy megtudjuk, ki áll a kulináris koncepció mögött, a közeli Snillsvájtő szigetre utazunk. Annika Madsen, az étterem főszakácsa, minden nap hajóval megy innen munkába. Már akkor is lelkesedett a fenntartható konyha gondolatáért, amikor hazájában, Dániában a legjobb éttermekben dolgozott. Egy halétterem, amelyet csak a vízen lehet megközelíteni, ideálisnak tűnik számára. Természetesen egyszerűbb lenne a városban éttermet nyitni, de erre a szép projektre egyszerűen nem lehetett nemet mondani. Nagyon fontos, hogy a missziónk megjelenjen az asztalon, és hogy a vendégeket vigyük a hozzávalókhoz, ne azok utazzanak több száz kilométert. Ezért, amit mi kínálunk, nyilvánvalóan a rengeteg tengeri herkentyű. A hozzávalók közvetlenül a környékről származnak, a tengerből és a szárazföldről. Ezekből készít Annika 18 fogásos menüt. Az egyik fogás, amely megtestesíti a fenntarthatóságot, az 500 méter nevet viseli. Minden egyes hozzávaló, kagyló, vadboróka, rák, tengeri moszat 500 méteres körön belülről származik. Kulináris élmény különleges környezetben. A Salmonáj nemrég az építészeti kategória német formatervezési díját is elnyerte.